ez a könyve szegény ember drága gyöngye, égi harmatlan kataknak, világosság földivaknak, bölcsességnek aranyútja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forráskutya, hol pohára, Krisztusá. Ez a könyv az örök törvény, király a lánc, rabon napfény, tévejgőknek hívó harang, roskadóknak testvéri hang, elhagyottnak galambúgás, viharbertnek ereszet, haldoklóknak arany sugás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermekem is, mi szép reggel, bölcsnek rejtelme tengere, falcs túl rajta ézsen hangok, köcsben zengék, hárpák, lancok. Templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s bent vagyok, ablakán a paradicsom, rózsaira halt láthatok. Minden fakul, minden romlik, márvány vár is összeomlik, bíbor leptek rongyá válnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér forma, mintha volna élő lelke, ez a könyv a Mózes bokra Isten szíve dobog benne. Református egyházban hagyományosan minden esztendőben március első vasárnapján ünnepeljük a Biblia vasárnapját. A tematikus nap célja a Szentírás olvasás népszerűsítése. A Biblia szó ógörög eredetű, jelentése könyve. A szó eredete a könyvtekercs szóra vezethető vissza. Ezeket a papiruszból készült könyvtekercseket a Föníciai Biblos városában hajóval szállították a földközi tenger kikötőibe. Innen ered a neve. A héber Bibliában Dániel próféta nevezi könyvnek a szentiratok gyűjteményét. A keresztények írás, szentírás néven nevezik a Bibliát. Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést, de ismert még az Isten igéje elnevezés is, amit szintén a Bibliára használunk. A Biblia két fő részből áll, Ószövetségből és Újszövetségből. Más néven Új Testamentum és Új Testamentum. Az Ó és Új Szövetség megnevezés Isten Izrael és a keresztény egyházzal kötött szövetségére utal. A testamentum, azaz végrendelet, latin eredetű, és azt jelenti, hogy ezek az írások szent hagyatékok, amiket Isten Izraelre és a keresztényekre hagyott. A testamentum elnevezést a Vulgata, a Biblia latin nyelvű fordítása nyomán használnám. A zsidó és a protestáns Ószövetség 39 könyvet tartalmaz. Ebben olvasható a teremtés és az emberiség ős története, valamint a zsidó nép története, melyről megjelenik Isten szeretete, gondoskodása, tanításai, illetve büntetései is. Az Új Szövetség 27 könyvet tartalmaz, itt olvasható Irmár, Lukács és János evangéliuma. Melyik Jézus születéséről, népszerűsítéséről és halálláról szólnak. Az Új Szövetségben Pál apostol térítő tevékenységekről, az őskeresztény egyház közvetéről olvastam. Itt találtam még Pál és más apostolok leveleit, melyek a különféle egyházközségekhez vagy magán személyekhez írtak. Profitai könyvben mindössze egyre mutatott fel az Új Szövetség, a János apostolnak tulajdonított jelentésekhez. A Biblia könyvei mintegy 1500 esztendőn keresztül a Krisztusi második évezredtől a Krisztusi 21. Izrael népeterében, majd a Krisztus után első században pedig az őskeresztény egyház körében keletkeztek. A hagyomány szerint körülbelül 40 személy jutta a Biblia könyveit, voltak közöttük papok, királyok, orvosok és egyszerűk az emberek is. A Biblia kereszténység elterjedésére túlépett a zsidói, illetve a zsidó közösségek által lakott területek határai. Segített a földszintű minden ismert országra és népéhez. A kereszténység és a reformáció további területet adott a Biblia és az útja fordítás, valamint a Biblia olvasás terjedésének. Egyes nyelveken ekkor készültek el azok a klasszikus fordítások, amelyek már egy nagy tiszteletnek rendelnek. Ilyen a német nyelvű Luther Márton féle Biblia, a magyar nyelvű Pál Egyesnek féle Vizsgai Biblia, vagy az angol nyelvű King James Biblia. Az első magyar nyelvű Biblia fordítás feltétlenül 1820 és 1830 között született. Tamás Kamaci Polteros Pap és Ullaki Bajnó Bercsényi Védelmas munkáját. Ez az úgynevezett Huszita Biblia. Nem sokkal később Bátori László Pálosi szerzett 1830-1850 között fordítás.
van a teljes magyar Biblia fordítása. Ő az eredeti fordítani is ógörög, Biblia fordította, de Ukrajna azt is felhasználta, hogy termény Bibliára. 1995-ben egy kiadáshoz. 1986-ban jelent meg a revideált változata, ami ma is használatos, úgynevezett Kábor a Biblia. Nincs még egy olyan hírodó alkotat, hogy emberi szállalmát, ahol megszakítás meg a többi 2000 éven át, annyi embernek volt, hogy 100 milliókat mindenek sohasem lehet. Van, amint a Biblia ezt a körben voltatta, a legnagyobb határ figyelhetően a megoldására. A Biblia a legnagyobb. Ez a legtöbb nyelvre befordított, legtöbb példásszal van megjelenítve. A teljes művel 670 nyelvre fordították meg. Jelenleg tőlem 100 milliónál több jelen nyomtatnak belőle, és hozzá megkérdeges betétek szerint is a számunk kicsit az évben közel 5 milliárd kutat találkozzára. Követlenek számot lenne évről évre folyamatosan a Salamon is éppen nem nagyon fogyás művel. Az eredeti adatok azt mutatják, hogy mindig a legnépszerűbb könyv. Az ember németre még 100 ezer biblia jelenik meg, és kerül kereskedelmi forgalomba. Nem tudom, hogy könyv, amely ennyi emberek gondolt lelki és szellemi táplálékot, minden más mindenben és néhány hivatalos kultúrában végezhetnek. Nekik lettek például a bizánci és később oroszikai mestere. A vitának az ilyen, hogy nem szemesz festői cukrászik, akik megszámolták a bibliai tárgyi évet és szabad alkottak több év számát. De mi is keletkezzünk, meg arról sem, mennyivel szegényebb lenne a zenei kultúránk is a bibliai tárgyi operák, oratóriumok nélkül. Az irodalom témaadójaként te hozd rám és regényírók sora merített a bibliai forrásokból, de akár megemlíthetnék nagy magyar költőinket is, többek között Vörös Marti Pető vagy Adi, akik szintén gyakran hivatkoztak verseinkben az átlagember által és jól ismert bibliai jelképekre. Most is a 22. században is jelen van, igazban már kissé gyengül, de sosem szűnt meg egészen a Biblia ihlető hatása. Ha csak arra gondolom, hogy a köznyelvben sokan gyakran használnak olyan bibliai eseményekre utaló, megidéző kifejezéseket, amikről talán maguk sem tudják, hogy honnan erednek, mint például paradicsomi állapotokról, vagy Ádám csökkáról beszélnek, amikor a testet pordüveinek, vagy feleségét oldalba oldalának mondják, amikor áll és bámul, mint a bálam szamara, amikor véleményét nem rejti véka alá, amikor a szavak pusztába kiáltott szó marad, amikor tamáskodik, vagy barátai bálfordulásáról parancsol. A magyar bibliatársulat a mai generációk számára is jól értő nyelvezettel, új töltődéssel, de a régi szövegkép megerőzésével 2021-ben jelentette meg az új bibliát. Adjunk hálát a könyvek könyvét, a bibliát.